Hovis vagyok, gyorsan alakulok, címmel szervezett szakmai napot május 2-án a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye az óvodapedagógusok, védőnők, iskolaorvosok és kisgyermeknevelők számára. A képzés elsődleges célja a segítségnyújtás, a gyógytestnevelést érintő tudnivalók átadása mindennapi óvodai testnevelés gyakorlatába. A műhely munka során a mintegy 30 érdeklődő elméletben és gyakorlatban egyaránt elsajátíthatta a prevenciót hangsúlyozó játékos feladatokat. Igyekszek minden olyan gyakorlatot megmutatni, amit én a mindennapi munkám során használok. Ezek az alapján lettek összeállítva, amiket kaptam diagnózisokat a gyerekek orvosaitól. Leggyakrabban ugye a LUTAP az, ami a picikorban a leggyakoribb elváltozás. Ennek a javítására, illetve megelőzésére fordítanánk a legnagyobb hangsúlyt, hiszen ez a további mindennapokban is nagyon jelentős elváltozásokat okozhat, akár a testtartásban, akár a mindennapoknak a terheinek a cipelésében. A régi nevelési tanácsadók 2013-ban alakult át pedagógiai szakszolgálattá, akkor kapták feladatul a gyógytestnevelést, mint szakszolgálati feladatot. Emlékeztetett Dóczi Józsefné. 10 éve látják el a városban és a járásban a gyermekek egészségcélú testnevelés foglalkoztatását. A gyerekek a gyógytestnevelés foglalkozásokra iskolaorvos vagy szakorvos javaslata után kerülnek. Az óvodáskorúaknál a szakorvos, míg az iskolásoknál az iskolaorvos írhatja ki a gyógytestnevelést, aki egyben azt is meghatározza, hány gyógytestnevelés és hány testnevelés órán kell részt venniük a tanulóknak. Azért hívtuk létre ezt a szakmai napot, azért szerveztük, hogy a óvónéniknek segítséget tudjunk nyújtani, hogy ők a mindennapokban ezeket a gyakorlatokat, amiket a kolléganő a gyógytestnevelés foglalkozáson végez, hogyan tudják beépíteni az óvodai nevelés gyakorlatába. A május 2-i szakmai nap az óvodáskorra fókuszált. Jövőre tervezik a műhely munka folytatását, ahol az iskoláskor és a mozgáskotta alkalmazási módszere kaphat kiemelt szerepet.